Na. Sziasztok, Meskó Balázs vagyok. Lassan már hagyományosan a licencelés témakörébe tartozó dologgal érkeztem. Alapvetően azt írtam ki a beharangozóba, hogy gyakorta a szabad szoftvert és nyílt forráskódot, azt így szinonímaként használjuk. Ez azért is jó pofa, mert hogy alapvetően ez a FSF.hu-nak, a Magyar Szabad Szoftver Alapítványnak a meetupja és Open Source Budapest meetup néven szervezzük. Eredetileg szabad szoftver és szabad kultúra meetupként indult, ha jól emlékszem. Úgyhogy mi is mondhatni szinonímaként használjuk. Ami egyébként azért többségében megállja a helyét, csak nem egészen. Úgyhogy bele is vágjunk a témába. Először is... Jól van. Szóval mondhatni van kettő eltérő nézet. Ez a két eltérő nézet ugye nyilvánvalóan a szabad szoftver és a nyílt forráskód. Előbb itt azt, mint azért itt a legtöbben tudják, a szabad szoftvereknek a szellemiségét azt legjobban Richard Stallman mintázza, aki 1985-ben megalapította a FSF-et, a Free Software Foundation-t, vagy a Szabad Szoftver Alapítványt. Nála a fő szempont meglepő módon a freedom, azaz a szabadságnak a fontossága volt. Viszont ezzel azért nem mindenki értett teljesen egyet, és sok fejlesztő szimpatizált ugyan a szabad szoftver mozgalommal, mint olyannal, viszont úgy gondolták, teljesen jogosan, ugyanis addig a nagy kereskedelmi cégek, mondhatni, mint a Pest is kerülték a szabad szoftvereket, már ami a média megjelenést, meg az egyéb ilyen dolgokat illeti, tehát nyilván VI-t meg IMAX-et használtak nagy cégeknél is, de hogy így nem nagyon volt ennek térnyerése. Így igazából pár fejlesztő a Debian-nak a szabad szoftveres elvei alapján kitalálták, hogy ők alapítanak egy ilyen ernyő fogalmat, ez lett a nyílt forráskód, az Open Source, és ehhez alapítottak egy szervezetet, a OSINT, a Open Source Initiative-et, aminek a célja az az volt, hogy standardizálja, hogy mit értünk az alatt, hogy nyílt forráskódú szoftver, és a fő szempont az volt, hogy gyakorlatias módon fogják meg ezt a egész szabad szoftver, nyílt forráskód dolgot, és itt próbálják a üzleti világot is terelni egy kicsit a szabad szoftverek irányába. Most nyilvánvalóan ez Richard Stallmannek nagyon nem volt az ínyére, de van egy ilyen kis szeretem-nem szeretem viszony így a OSI meg a FSF között. Tehát, hogy így nem utáljuk egymást, de azért nagyon nem is szeretjük egymást. Egy lapozást kérünk. Rendben. Felírtam a FSF szerinti négy alapszabadságot, amit a FSF-féle szabad szoftver definíciónak tekintünk. A nulladik szabadság az az, hogy a programot, ami szabad szoftver, azt tetszőleges céllal és célra lehet használni. Az első szabadság az, hogy a program az szabadon tanulmányozható kell legyen, és ezt a szükségletünkhez igazíthatjuk. Ennek a előfeltétele az, hogy a forráskód az elérhető legyen. Második szabadság az a másolatoknak a szabad közzététele volt, és a harmadik szabadság az pedig a módosított változatoknak a közzététele. Hát, ha ez a négy szabadság teljesül, akkor szabad szoftverről beszélünk. Ez volt a FSF-féle álláspont. Nos, a OSI az egy kicsit bonyolultabb szabályrendszert választott, itt négy szabály helyett van 10 darab, ami egy picit bővebb.
de azért úgy nyilván felfedezhetők a hasonlóságok. És az első pont az a másolatok szabad terjesztése volt, ez értelemszerűen adott. A forráskód elérhetősége is elég analóg a előző definíciókkal. A harmadik az a származékos műves terjesztése hasonló ugyanazon a licenc alatt. Ez is azért egybevág a FSFS definícióval. Ami egy picit újdonság, ez az eredeti szerző kódjának érintetlensége, hogy ezt megköveteli ez a szabálycsalád. Például az FSFS alapvetően nem követeli meg. Nyilván vannak licenszek, amik ezt megkövetelik, de hogy az nem alapkövetelmény. Aztán van egy ilyen diszkrimináció tilalma. Ez alapvetően ugyanaz, mint a FSF-nek a nulladik szabadsága, tehát tetszőleges célval és célra használható. Alapvetően ezt a jelentést fedi le. Talán van egy kis árnyalatbeli különbség, de ezt a vitát ezt meghagyom a jogi szakembereknek. Aztán a felhasználási módok korlátozási tilalma, az előzővel azért egy eléggé összekapcsolódik. Ide tartozik például az, hogy azt nem lehet megtiltani, hogy tehát például az, hogyha üzleti célra nem használható, ezt belírom egy licencbe, akkor az már nem lehet nyílt forráskódú szoftver, sem szabad szoftver, mert ott is az a nulladik szabadság ütközik. Jó, a többit azt el lehet olvasni, nagyon nem térnék meg ki rájuk. De a lényeg, hogy az látszott, hogy ez egy kicsit bővebb és mármint több kritériumot megfogalmazó szabályrendszer, mint a FSF féle, de azért úgy eléggé közel vannak egymáshoz. Léphetünk el. Köszönöm. Viszont van pár ilyen apró különbség, amiből így kettőt emeltem volna ki. Az egyik az apró definíciós különbségek. Talán ez egy picit meglepő, de hogy a nyílt forráskódú szoftver az egy szűkebb definíciót határoz meg. Gyakorlatilag ezt kijelenthetjük majdnem, hogy minden nyílt forráskódú szoftver szabad szoftver. Ez annyiból nem biztos, hogy teljesen így van, hogy vannak olyan licenszek, amiket az FSF nem fogad el, de az OSI igen, de azért ez nem ilyen fekete és fehér, szóval nagy bizonyossággal ez igaz, amit leírtam, de lehet, hogy lehet olyan csűrűs csavarást találni, hogy ez nem igaz. Erre én nem találtam példát, pedig kerestem. A másik pedig az egy filozófiai különbség, amiből az egész Stallman OSI vita úgy mond át, hogy mondhatni a open source minta az arról szól, hogy ez egy új fejlesztési módszertan. Szabad szoftver az pedig arról szól, hogy ez az etikus döntés, hogy szabad szoftvert készítünk. Tehát úgy is fogalmazhatnám, hogy a open source azt mondja, hogy azért fejlesz open source szoftvert, mert ez jobb fejlesztési módszertan, jobb minőségű kódot eredményez, jobb lesz tőle mindenkinek. A FSF pedig kerekperec azt mondja, hogy azért fejleszi, mert minden más az etikátlan. Avagy, ha kicsit pozitívabban fogalmazom meg, az az etikus, hogyha szabad szoftvert fejlesztünk. Nos, a következő szlájdon itt egy kicsit némileg mondhatni csúsztatunk, ugyanis itt már a katedrális és a bazár könyvnek a vonalán haladva kicsit így összehasonlítjuk tehát eredetileg a katedrális és a bazár című könyv az arról szólt, hogy miért jó úgymond az open source fejlesztési modell, a nyílt forráskódú projektek miért jobbak, mint a nem nyílt forráskódú projektek. Tehát azért hangsúlyozom a projekt szót, mert eredetileg ez is egy fontos különbség volt, hogy
bizonyos tekintetben nagyon hasonlítottak a tulajdonosi szoftverek a szabad szoftverekhez, olyan értelemben, hogy ugyan a maga a szoftver, ami a végén kijött, az szabad volt, de maga az egész projekt az ugyanolyan elveken működött, mint az zárt szoftverek esetében. Nevezetesen, hogy kevés szoftverfejlesztő fejlesztett valamit, aztán azt mondták, hogy oké, most kész vagyunk, ezt kiadjuk. És akkor kiadtuk. Ugyanez egy szabad szoftver volt, de gyakorlatilag azon kevés fejlesztőnek volt beleszólása a szoftver alakulásában, aki ezt csinálta. Így módon ezek szabad szoftverek, de olyan értelemben nem nyílt forráskódú szoftverek, hogy a fejlesztési módszertant azt nem tették magukével. Katedrális és Bazár című könyv az alapvetően erről szólt, hogy mennyivel jobb ez a teljesen nyílt fejlesztési modell. Tehát a technológiai előnyeiről beszél a nyílt forráskódú projekteknek. Itt fontos kiemelni, hogy ez a könyv alapvetően csak és kizárólag szabad szoftverekkel foglalkozott, tehát nem beszél maga a könyv arról, hogy ez hogyan, milyen viszonyban áll a tulajdonosi szoftverekkel. Eredetileg ez kettő projektet, az IMEX-et és a GCC-t PCC-zte ki magának, akik eredetileg ezt a katedrális modellt követték, és hogy ez miért rossz, és hozott pár példát, hogy miért jobb ez az új módszer. Most azóta eltelt egy kis idő, mondhatni, hogy sok víz lefolyt azóta a Dunán, hogy kb. Kijött az, hogy tényleg ez az open source projektes modell, ez nagyon jó, és gyakorlatilag a szabad szoftverek esetén nagyon nagy részt ez a modell győzött, így minden tekintetben a mai szabad szoftverek legnagyobb része azért a szabad és nyílt forráskódú projekt is egyben. A könyvvideóban egyébként azt kell tudni, hogy a OSI-nak az egyik alapítójáról beszélünk, tehát hogy a ő tapasztalataiból is előtt ez az egész történet. Alapvetően azért egy pár nevezetes projekt még eszembe jutott, ami így érdekes, hogy azért szabad szoftver és szabad szoftver között is vannak bőven különbségek, a leginkább az ilyen projekt szemlélettel kapcsolatban, hogy és most így ilyen szemmel nézve, például a Linux kernel az egy ilyen, mondhatni, ilyen zászlós hajója a bazár modellnek, ami így szabad szoftver és nyílt forráskódú szoftver és projekt is, vagy tudok ilyen szép ellenpéldákat is mondani, például van egy WinSCP nevű Windows-os SCP kliens, ami nagyon gyönyörű szabad szoftver, az egyetlen baj vele az, hogy a készítője az senkitől nem fogad el semmilyen javítást, csak ő van. A más, aki akar csinálni, az forkolja vagy amit akar, de hogy őt nem érdekli. Így van a projektje, és kijön a kiadás, ő kiadja a fájlt, vagy kiadja a binárisokat, ott van a kód, és jó pofa, már egy szabad szoftver, viszont a forráskód az csak egy kereskedelmi fordítóprogrammal fordítható le, amit vegyél meg, vagy portolj el DCC-re, ha akarod, csak azt senki nem akarja. Jó. Léphetünk minden esetre. Hát így a tutit azt nem sikerült megtudnunk az előadásból, hogy így a... Hogy mondjam... Közelben úgy volt ez a beharangozó, hogy nagy és lényeges különbségek vannak a szabad szoftverek és a nyílt forráskódú projektek között. Hát azért ugye kinek mi a nagy és kinek mi a lényeges. Alapvetően ez csak ilyen, mondhatni, kérdés és beszéd. A beszélgetés indító témának gondoltam, hogy erről beszélgessünk egy kicsit, valamint, hogyha már tényleg a FSFU az open source mintafot tart, akkor picit érdemes beszélgetni, mit értünk ez alatt a kettő dolog alatt. Úgyhogy köszönöm az eddigi figyelmet, és várom a kérdéseket, ha vannak.